Felnőttként milyen természetes környezetben szeretnél élni? Gondolj egy olyan földre, ahol minden élőlény együtt él, és rajzold le az elképzelésedet. Ezzel a felhívással hirdette meg 2021-ben szokásos nemzetközi környezetvédelmi rajzversenyét egy japán cég, a Föld 2030-ban címmel. Kriszt Nóra, a szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója, indult és nyert is. A 14 éves lány nagyon meglepődött, mikor megtudta, hogy első helyezést ért el a versenyen. Nem gondoltam volna, mert igazából a rajzomba a szarvast én úgy vélem, hogy az lehetett volna jobb is. A nyertes alkotással körülbelül 18-20 órát dolgozott a kisdiák. A pályázatra közel 15 ezeren jelentkeztek a világ szinte minden tájáról, összesen 80 országból. A felkészítő tanára Jakab Géza azt mondja, mindig figyeli az ilyen lehetőségeket, hiszen fontos, hogy a gyerekek ne csak a közvetlen környezetükből kapjanak visszaigazolást. Régóta pályázunk Magyarország és nemzetközi rajzpályatokra is, tehát én folyamatosan figyelemmel kísérem azt, hogy milyen nemzetközi rajzpályatokat írnak ki. Sok mindenről lemaradunk, mert nagyon rövid a határidő, és akkor már nem fogunk bele, de ez pont egy olyan jellegű pályázat volt ez a japán rajzpályázat, ami eléggé el is húzódott a Covid miatt, így tényleg volt idő rá tisztességesen felkészülni. A rajzokat postán kellett elküldeni Tokióba, ahol aztán egy kiállítást készítettek a díjazott alkotásokból. Mindemellett Nóra rajza bekerült a katalógusba, és a 2022-es év naptárának egyik hónapját is az ő munkája díszíti. Önnek hihetetlen türelme, kitartása van egy-egy munka elkészítéséhez, és újra képes nekiállni, és rengeteg időt eltölteni egy-egy rajzzal, és ez visszaköszön természetesen. Kevés ma már az ilyen gyerek, aki ennyire el tud mélyülni ebben a tevékenységben. Magyarországról évről évre egyre több pályázat érkezett be a japán versenyirodához. Idén 479 darab rajzzal a negyedik legtöbb pályázatot benyújtó ország lettünk.